Jó reggelt kívánok, köszöntök mindenkit a Balmazújvárosi Képviselőtestület 2022. március 16-i rendkívüli képviselőtestületi ülésén. Megállapítom, hogy a képviselőtestület határozatképes, és kérek mindenkit szavazásra a napirend elfogadásáról, a napirend pedig egyetlen egy napirendi pontot tartalmaz, mely így szól. Előterjesztés fizetési meghagyással szemben benyújtandó ellentmondás tárgyában. Kérdezem, ki az, aki elfogadja a napirendet? Megállapítom, hogy a napirendet 11 egyhangú szavazattal a képviselőtestület elfogadta. Kezdjünk is bele. Ugye a napirend címét már ismertettem. Mindenki megkapta a meghívót, illetve ezen belül ugye az előterjesztést. Mindenki láthatta a kronológiát. Nyilván itt egy jogi kérdésről van szó. Kérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése? Hűse János képviselő úr, a szó. Köszönöm a szót, a polgármester úr. Jegyző urat kérdezném, hogy erről a megállapodásról esetleg testületi döntés született-e, mert én nem találtam, hogy lehet, hogy az én hiányosságom, mert ugye ilyen mértékű vagyonkihelyezésről azért nem ártott egy testületi döntés szerintem. Köszönöm. Mielőtt megadnám jegyző úrnak a szót, én magam sem találtam egyébként ezzel kapcsolatos képviselőtestületi döntést, de hát ha több információt tudunk meg jegyző úrtól, jegyző úr, a szó. Tisztelt képviselőtestület, én is köszöntök mindenkit. Megvizsgáltuk, nem áll rendelkezésre testületi döntés ezzel a dologgal kapcsolatban. Tóth Attila képviselő úr, a szó. Nekem olyan kérdésem lenne, hogy amikor az új polgármester átvette a hivatalt, akkor ezekről valószínűleg tájékozódott, akkor ez hogy húzódott el idáig? Gondolom, hogy most képviselő úr arra kíváncsi, hogy az átvétellel kapcsolatosan készült-e bármilyen leltár, vagy bármilyen felsorolás, hogy mik azok az anyagok, vagy ugye mik azok a folyóügyek, amit esetleg az új polgármester, vagy ugye a következő polgármester a hivatal elfoglalás, akkor átvette. Erre gondol, képviselő úr? Köszönöm. Én arról nem tudnék, hogy egy ilyen felsorolásban erről az ügyről konkrétan lett volna szó, hiszen ugye mind az előterjesztésben le van írva, hogy ugye itt egy szóbeli megállapodásról volt szó, mint pedig ugye a másik fél is elismeri az egyik levelében, hogy itt egy szóbeli megállapodás köttetett. Én azt gondolom, hogy éppen ezért, mivel hogy ugye itt egy szóbeli, vélt szóbeli megállapodásról van szó, én azt gondolom, hogy ez semmilyen ilyen felsorolásban vagy nyilvántartásban nem szerepelhet, de jegyző úrnak megadnám a szót. Köszönöm. Köszönöm szépen, ellenőriztük ezt is, hogy ugye a törvény alapján, amikor változás történik ugye a polgármester személyében, akkor egy kötelező feladat átadás átvételi jegyzőkönyvet és procedúrát kell lefolytatni. Ezen jelen van minden esetben a kormányhivatal illetékes képviselője. Az anyag, ami készült feladat átadás átvételi jegyzőkönyv, nem tartalmaz erre vonatkozóan semmiféle információt. Van egy olyan része ennek a sablonjegyzőkönyvnek, hogy folyamatban lévő ügyek és folyamatban lévő szerződések, semmi erre utaló jel vagy dokumentum, okirat nem áll, nincs. Köszönjük a bővebb tájékoztatást jegyző úrnak. Kérdése van-e még valakinek ezzel kapcsolatosan? Ismét Tóth Attilája szó. Köszönöm a szót. Még egy olyan kérdésem lenne, hogy egyébként, ha józanésszel gondolkodunk, akkor milyen alapon vitatja a önkormányzat azt a részt, hogy egyáltalán a vállalkozó ellenérték fejében tárolt díjakat. Tehát nekem ez furcsa, hogyha én megkérek valakit, hogy raktározza el az én motyómat, majd utána nem akarok érte ellenértéket szolgáltatni. Tehát nem életszerű az, hogy az önkormányzat egyáltalán egy KFT-től elvárja, hogy ingyen és bérmentve tárolja az ő ingóságait.
Értem képviselő úrnak a gondolatmenetét. Bizonyára tévedett, tehát nem díjakat, hanem ugye eszközöket tárolt ugye a vállalkozó. Ezt azt gondolom, hogy nem is vitatja senki, viszont az sem észszerű, hogy bárki bemondásra ilyen nagy összeget, ugye akár több millió forintos összeget is kifizessen. Én abszolút úgy látom, hogy ebben a helyzetben az önkormányzat érdeke, mindenféle világnézet, mindenféle ideológia, mindenféle pártállás nélkül, hogy igenis ezt az összeget bemondásra én úgy gondolom, hogy nem kellene kifizetnie az önkormányzatnak, úgyhogy én egyértelműen azt támogatom ezzel az előterjesztéssel kapcsolatosan, hogy ezt az ellentmondást be kell, hogy nyújtsa az önkormányzat, de ha esetleg edző úrnak még van kiegészítése ezzel kapcsolatosan, akkor megadom neki a szót. Az a probléma, ezzel jogi probléma, hogy pontosan a önkormányzat oldaláról nem látjuk azt, hogy itt kétséget kizáróan a megállapodás megtörtént, és ebben az összegben. Megkerestük, mint ahogy az anyagban is szerepel, hogy aki akkor a szerződést köthette, illetve az önkormányzat eljárását vizsgáltuk, hogy akkor ez hogyan történt, volt a képviselőtestületi döntés. Természetesen a feladat átadás átvételkor, amit az előbb említettem, az előző polgármester vagy alpolgármester kötelezettsége átadni, tehát ez nem úgy működik, hogy az új polgármester harapófogóba húzza ki, hogy van-e valami folyamatban lévő, hanem ezt elő kell készíteni, össze kell rakni, és dokumentált módon meg kell történnie. Ennek a melléklete, ezzel kapcsolatban ennek a feladat átadás átvételi jegyzőkönyvnek egész egyszerűen nincs. Tehát úgy történt a feladat átadás átvétel, hogy mintha nem lett volna folyamatban lévő ügy, vagy folyamatban lévő szerződés. Ezért kerestük meg írásban az akkori, ez egy természetes dolog lenne, hogy a folyamatban lévő ügyekben ugye együttműködés és kommunikáció van a korábbi polgármester, vagy polgármesterek, vagy a polgármester és a újonnan megválasztott között. Nem kaptunk egyértelmű választ, ebből a szempontból már csak perjogi oldalról is vitatni szükséges, hiszen saját maga az önkormányzat sincsen kétséget kizáróan meggyőződve, legalábbis a jelenlegi képviselők nem tudom, hogy vannak vele, de így objektíve jogilag azt tudom mondani, hogy ez mi támasztja alá, hogy létrejött a szerződés, mi támasztja alá az összeget. A másik, ami szintén itt az összeggel kapcsolatos, vagy a ingyenes vagy vízterhességgel kapcsolatos jogi kérdéskörben. Az első esetben, amikor találkozás történt, tudomásom szerint nem voltam ott, de a okiratokból az látszik, hogy az első megbeszéléskor, amikor a jelenlegi polgármester találkozott a tárolást végző cég vezetőjével, föl sem merült a bérleti díj kérdésköre. Tehát innentől kezdve természetesen, hogyha lett volna egy korábbi vezetőségtől egy nyilatkozat, hogy igen, kérem, kötöttünk megállapodást ennyiért, azt gondolom, akkor lenne abban a helyzetben a képviselőtestület, hogy akkor tudomásul kell venni, hogy ez ugye az önkormányzat, mint önálló jogi személy, változik a képviseletre jogosultak köre, ez mindig az adott képviselőtestület és polgármester, ez a választások során ez ugye változhat, viszont ami biztos és állandó, az Balmazújváros város önkormányzata, mint jogi személy, akinek ugye a korábbi döntések és korábbi jogviszonyokból eredő kötelezettségeket és jogosultságokat vállalnia kell. Tehát jelenleg a jogi helyzet ezért teljesen bizonytalan, mert nem tudjuk, hogy a múltban milyen megállapodás kötetett. Dr. Lajten Ágnes képviselő asszony. Az én kérdésem az, hogy érvényesen létrejöhetette az önkormányzat és a cég között szóban egy ilyen szerződés, ami hosszú távra szól és vízterhes. Illetve amit Tóth Attila képviselőtársam mondott, nekem is ez jutott eszembe, ez, hogy életszerű. Tehát mi az életszerű? Ez a cég naponta köt szóban vízterhes szerződéseket, és egy hosszú távú megállapodásban nem rendelkeznek arról, hogy esetleg a bérleti díj, amiben, ha meg is állapodta a kezdetben, az soha nem emelkedik, hogyha ő nem adja el ezt a telephelyet, csak 20 év múlva, akkor 20 év múlva jelentkezik. Tehát ezek mind olyan kérdések, amelyik számomra tisztázatlanok. Nagyon sajnálom, hogy ezt egy bírósági eljárásban kell tisztázni, de mindenféleképpen tisztázásra szorul. Jobb lett volna, hogyha
sikerül ezt peren kívül megoldani. Én úgy látom a becsatolt iratokból, hogy erre történt kezdeményezés, hogy ez megoldásra kerüljön. Én azt gondolom, hogy amennyiben ez a szerződés létre is jött, én a magam részéről és a rendelkezésemre álló információk alapján az ingyenességet feltételezem, hiszen évek óta nem történt erre jelzés, hogy valamilyen fizetési kötelezettség van. Köszönöm képviselőasszonynak a kérdését. Valóban ez sem életszerű, mint ahogy ugye az sem, hogy egy önkormányzat bemondásra fizessen ki ilyen mértékű összeget. Megadnám jegyző úrnak a szót. Tisztelt képviselőtestület, ugye érvényesen létrejött, vagy létrejöhetette ez a szerződés. Hát nyilván ezt végső soron majd a bíróság tudja eldönteni vitás kérdésben, ha a felek között nincsen megegyezés és együttműködés. Én azt tudom ezzel kapcsolatban mondani, hogy a bíróság azt fogja vizsgálni, vagy ebben a jogi procedúrában, ha megszavazza a testület, hogy ez elinduljon, nincs írásbeliséghez kötve egy ilyen raktározási szerződés. Tehát nyilván magánjogi oldalról fogja vizsgálni a bíróság, azt fogják nézni, hogy a kötelező alakszerűség például mondjuk az ingatlan adásvételnél, vagy a gépjármű adásvételnél írja elő a polgári törvénykönyv. Ebben az esetben nincs kötelező írásbeli séghez kötve egy ilyen raktározási szerződés megkötése, ebből adódóan a szóban kötetett szerződést is érvényesnek ismerheti el adott esetben ugye a bíróság, hogyha a rendelkezés vagy a lefolytatott eljárás során a bizonyítékok kétséget kizáróan ezt támasztják alá. Az más kérdés, hogy az önkormányzat oldaláról az önkormányzat működésére számtalan jogszabály írja elő, hogy kötelező írásban rögzíteni ezeket a szerződéseket. Az államháztartási törvény, az államháztartáshoz kapcsolódó valamennyi jogszabály ugye azon az alapon áll, hogy az adott gazdasági események, gazdasági és bármilyen, nem csak gazdasági, hanem költségvetési úgymond események vagy cselekmények, azok mind írásban szülessenek meg az önkormányzat oldaláról. Itt tehát viszont az adott vitás ügyben azt, hogy ez a magánjogi szerződés, ez a raktározási szerződés létrejött, a polgári jog oldaláról fogja a bíróság vizsgálni. Ez érvényesen létrejöhetett akár egyébként ugye annak ellenére, hogy az önkormányzat a vonatkozó írásbeliség nem került betartásra. Ez az én véleményem. Természetesen ezzel kapcsolatos mindenkire kötelező érvényű döntést csak a bíróság tud hozni. Köszönöm szépen jegyző úrnak a tájékoztatást. Ferenci Mária képviselőasszony a szó. Köszönöm szépen a szót, a polgármester úr. Én végtelenül sajnálom, hogy az utóbbi időben semmit nem sikerül megoldanunk tárgyalásos úton. Minden csak bírósági úton próbálunk megoldani. Én szerintem egy csomó idő lett volna arra, hogy tárgyaljunk. Nem tudom, mikor került benyújtása először a számla. Nem tudom, mikor tárgyalt először polgármester úr. Mikor szerzett először tudomást róla. Én úgy tudom, hogy azt nem tudom, hogy az előző képviselőtestület mit döntött, vagy hogy volt, de azt tudom, hogy ez a képviselőtestület nem utasította el az első számlát. Miért most kerül már ide, mikor már megint a bírósághoz kell fordulni? Miért nem tárgyaltunk a legelső számlánál? Miért döntött polgármester úr egyedül megint ebbe az ügybe, ami odáig vezetett, hogy bírósághoz kell fordulnunk? Tudott róla egy csomó mindenki. Tudott polgármester úr, tudott Tarsándor, tudott Kalmár Zoltán, tudott Gencsi Zoltán, tudott Varga László. Mindenki tudott erről az ügyről, csak a képviselőtestület nem. Én azt gondolom, hogy megint rossz úton járunk. Eddig csak a volt intézményvezetőket, a volt ügyvezetőket kezdtük ki tulajdonképpen. Most kezdjük a balmazújvárosi vállalkozókat. Ez már a harmadik olyan testületi ülés sorozatban, ahol valamelyik balmazújvárosi vállalkozót megtámadjuk. Nem tudom, hogy szóbeli döntés volt-e. Nem tudom, hogy milyen megállapodást kötöttek. Azt tudom, hogy az önkormányzat nem kereste a vagyonát. Mikor kellett volna legelőször keresni? Mikor szereztek róla legelőször tudomást? Kíváncsi lennék rá. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen a kérdését. Azt gondolom, hogy maradjunk az előterjesztés tárgyánál, mely ugye arról szól, hogy benyújtjuk-e, mint önkormányzat ezt az ellentmondást, vagy sem. Értem egyébként a kérdéseit, mivel azonban polgármester úr jelenleg nincsen itt a teremben, hiszen a szabadságát tölti, így én nem is tudok, és nem is kívánok az ő nevében beszélni, pláne ebben a kérdésben. Egyébként, mint kérem, hogyha szeretne további hozzászólást, akkor majd nyomjon gombot. Köszönöm. Szóval én azt gondolom, hogy a kronológia az végig szerepel az előterjesztésben, tehát ott láthatja, hogy milyen levelezések történtek, milyen találkozások, milyen megbeszélések történtek ebben a kérdéskörben. Én nem gondolnám azt, hogy Balmazújváros város önkormányzata bárkit megtámadott volna az elmúlt időszakban. Azt sem gondolnám, hogy ebben a helyzetben Balmazújváros város önkormányzata megtámadta volna ezt az említett vállalkozót, hiszen nem... Balmazújváros önkormányzata élt fizetési meghagyással, hanem ugye az említett vállalkozó. Itt ennél a napirendnél, ennél az erőterjesztésnél, ennél a határozati javaslatnál, még egyszer hangsúlyozom, az a kérdés, hogy kíván-e az önkormányzat, illetve a képviselőtestület ellentmondással élni-e vagy sem. Úgyhogy kérem a tisztelt képviselőtestület tagjait, hogy maradjunk a tárgynál. Tóth Attila képviselő úré a szó. Köszönöm a szót. Szerintem a tárgyhoz tartozott Ferenci képviselőtársamnak a kérdése is. És én is egy kérdést szeretnék feltenni, hogy miért nem tett semmit sem a önkormányzat annak érdekébe, hogy ezeket a ingóságokat elszállítsa erről a telephelyről, hiszen jól tudott róla, hogy ott van. Ugye nem túl régen jött a nagy bomba hír, mikor polgármester úr Facebook live-ozott, hogy megtalálta az elveszett bowlingpályát és társait. Igaz, hogy azelőtt már nem tudom hányszor volt kint a biztonsági szakértője, Tar Sándor a Nagynád Kft. Telephelyén, polgármester úr is kint volt, többször tisztában voltak vele, hogy ott van az összes ingóság, ami a szállodában át lett hordva. Tudták ezt, mint ahogy a csatolmányokban benne van, tudták ezt a városgazdálkodás dolgozói. Tehát miért nem tett semmit sem az önkormányzat, és akkor még itt hadd utaljak vissza, vagy jegyző úr, vagy a polgármester úr mondta, hogy meddig, vagy Lajta Ágnes képviselőtársam, hogy vajon meddig húzta volna, halasztotta volna a számla benyújtását a vállalkozó, hogyha nem adja el a telephelyet. Nos, akkor én meg hadd kérdezzem, hogy akkor meddig húzta, halasztotta volna az önkormányzat a tárolását ennek, hogyha a vállalkozó nem adja el a telephelyet. Tehát, és már megint a rossz hiszeműséget feltételezzük, és én szörnyen sajnálom egyébként, hogy tényleg, ahogy képviselőtársam, Ferenci képviselőtársam is mondta, már most balmazújvárosi vállalkozókat támadunk úgy, hogy feltételezzük, hogy hát bemondásra. Én ismerem a ügyvezető urat, nem ilyen embernek ismerem, hogy bemondásra követelne bármit is, sőt azt is látom, hogy nagyon nagyvonalúan számolta a piaci árakhoz képest a négyzetméter árakat. Tehát a kérdésem fő mesdjéje, hogy miért nem tett semmit sem az önkormányzat az ellen, mikor tudomására jutott több évvel ezelőtt, hogy ezeket az ingóságokat elszállítsa. Jegyző úr? Tehát a magam részéről erre én nem tudok választ adni, ez nem a jegyzői kérdés, meg nem hivatali kérdés, a hivatal azt tudja végrehajtani, amire utasítják, amilyen feladatot kap. Mi ezzel kapcsolatban semmiféle utasítást nem kaptunk. Még egyszer hangsúlyozom, hogy hivatali oldalról akkor lett volna hivatalos tudomásunk, hogyha azon a polgármesteri átadás átvételi eljáráson elkészül az a dokumentum és az a melléklet, amely rögzíti a folyamatban lévő ügyeket. Nekünk hivatali oldalról nem volt tudomásunk. Én a polgármester, vagy bármely más képviselő, vagy volt polgármester nevében én nem tudok nyilatkozni, hogy ki miért nem kereste, vagy ki milyen Facebook, vagy milyen informális tudomása volt, hogy hol vannak ezek az eszközök. A hivatalos tudomás az onnan származott volna, hogyha az feladat átadás átvételi megállapodásba tételesen rögzítve van többek között ez is, hogy van egy folyamatban lévő raktározási szerződés, ilyen és ilyen feltételekkel, határozatlan időre van kötve. De még egyszer mondom, hogy a hivatal vezetőként, jegyzőként a hivatal
azt tudja végrehajtani, amire utasítást kap. Ilyen ezzel kapcsolatban mi semmiféle utasítást nem kaptunk, ezért nem is tudtunk eljárni az ügybe. Ferenczi Mária képviselőasszony ügyrendi. Igen, kérdéseket tettem fel, és nem kaptam rá választ. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy kinek célozta a kérdéseit, ezt nem tudtam megítélni. Azt is jeleztem önnek, hogy amit esetleg polgármester úrnak célzott, ugye nyilván ugye az ő nevében nem is tudunk, és nem is kívánunk egyikünk semmit megnyilvánulni. Úgyhogy nyilván azokra a kérdésekre természetesen így nem kaphatta meg a választ. Nem tudom, hogy a tárgyal kapcsolatosan van-e még további kérdés. Köszönöm szépen a szót a polgármester úr. Minden kérdésem a tárgyal kapcsolatban volt. Ha nem tudnak rá válaszolni, akkor szerintem menjünk haza. Mert akkor nem tudunk tárgyalni az ügyről. Akkor még nem mondtam el a véleményemet, eddig csak kérdésem lett volna, hogy el tudjam dönteni, hogy hogyan tovább. De hát ha nem tudná senki válaszolni, akkor minek ülünk itt? Nekünk kell majd meghozni a döntést. Mert én most így ebben a helyzetben azt érzem, hogy egyértelműen az önkormányzat hibázott. De ha válaszolnak a kérdéseimre, akkor lehet, hogy a véleményem meg fog változni. Köszönöm szépen. Nem gondolnám, hogy az önkormányzat hibázott volna, hiszen éppen az önkormányzatnál nem szerepel erről a bevallottan állítólag szóbeli megegyezésről semmilyen dokumentum, úgyhogy nem hiszem, hogy ilyen szempontból az önkormányzatnak bármilyen hibája lett volna. Sőt, ugye, hogy a kronológiából láthatjuk, még az előző polgármester is meg lett kérdezve ezzel kapcsolatosan, hogy ugye milyen információkkal rendelkezik erről az állítólagos szóbeli megállapodásról, de ugye ott sem tőle sem kapott egyébként az önkormányzat, úgy gondolom, teljes mértékű felvilágosítást, úgyhogy még egyszer javaslom, hogy nézz át tüzetesen a kronológiát. Minden, ami ezzel az üggyel kapcsolatos mellékelve van az előterjesztéshez, ezekből az információkból tud mind a képviselőtestület, mind pedig az önkormányzati apparátus dolgozni ebben a kérdésben. Elérkeztünk egy olyan mérföldkőhöz, amikor a vállalkozó egy fizetési meghagyással élt az önkormányzattal szemben, és ennél a mérföldkőnél a képviselőtestületnek, illetve az önkormányzatnak jelen pillanatban az a feladata, hogy kíván-e benyújtani ezzel kapcsolatosan ellentmondást, e vagy sem. Tóth Attila képviselőről szó. Köszönöm a szót. Még egy kérdésem lenne. Egyébként én ezt az állítólagos szóbeli megállapodást, én ezt így nem használnám ennyire érvényesen, vagy élesen a polgármester úr, ugyanis jegyző úr is elismerte, és egyébként ez a jogerőt is elismert, hogy a szóbeli megállapodás ugyanúgy megáll a helyét, mint a írásbeli. A kérdésem még annyira lenne, hogy most készült-e leltár, illetve hová lettek raktározva ezek az ingóságok, és ezzel milyen terve van az önkormányzatnak? Tudomásom szerint leltár készült az eszközökről, és tudomásom szerint a Városgazdálkodási Kft.-nél vannak ezek az eszközök. Ezt nyilván majd a Városgazdálkodási Kft.-től kell megkérdezni. Ferenczi Mária képviselőasszony a szó. Köszönöm szépen. Kérdéseknél tartunk még? Jó, elnézést. Nagy Tamás képviselő, kérdés? Kérdés lesz képviselő? Tessék? Kérdés lesz? Kérdés, persze. Igen, parancsoljon. Köszönöm a szót. Jegyző úrtól szeretném megkérdezni, hogy van-e bármilyen jogi kerete, hogy a város mindenkori polgármestere hogyan tud szerződést kötni, milyen összegben, milyen határidővel, lehet-e az most, hogy kapunk egy papírtól, hogy 99-ben az akkori polgármester odaadta az önkormányzat épületét valakinek is, azt szeretném most behajtani, tehát lehet-e bármilyen összegről, bármilyen határidőre eltenni most, ha ezt kifizetjük, holnap megjön másik öt ember, aki azt mondta, hogy ő még 86-ban megegyezett valakivel valamilyen összegbe. Lehet-e ilyen mód, vagy van ennek szabálya, hogy eddig az összegi a polgármester dönthet saját keretén belül, ezen összegen felül pedig testület szükséges. A másik kérdésem pedig, hogy egy pénzügyi kérdés lenne inkább, hogy nem kell-e a vállalkozói világban, hogyha egy vállalkozás követel valaki mástól valamit, akkor minden évben erről közül egy egyenleg közlőt, hogy az öntartozása most ennyi, ezt elismeri-e, vagy nem ismeri el, aki tartozik ezzel szemben. Erről jött az éves során bár ilyen megkeresés, hogy most ennyivel tartozik a város, most ennyivel, érkezett a számla, vagy ezek nem történtek meg, nem volt semmilyen jelzés, hogy a városnak van kötelezettsége ebbe az irányba. És ha nem érkezett, meg kellett-e volna érkezni ennek? Ez a két kérdésem lenne.
Jegyző úr, a szó. Tisztelt képviselő testület, hát ki dönthet, ugye tudjuk, hogy a milyen döntési mechanizmussal működik egy önkormányzat és egy képviselőtestület. Az adott szituációban én most nem tudom megmondani, hogy ugye ez az egész 5 vagy 6 évvel ezelőtti történet. Nem véletlenül mondtam a legelső hozzászólásomban, hogy az önkormányzat működése önkormányzati oldalról írásbeliséghez kötött. Azt, hogy egy határozatlan idejű szerződést kötöttek tárolásra, ki kellett volna a beszerzési szabályzat szerint számolni, hogy ez határozatlan idő, vagy meddig terjed, annak az adott egyéves vagy két éves viszonylatban milyen költsége van, annak alapján meg kellett volna állapítani, hogy ez 1 000 000 forintot meghalad, vagy nem halad, 3 árajánlatot kérni, tehát vannak szabályok, de ezt a képviselőtestület is nagyon jól tudja, hiszen úgy épül fel a rendszer, hogy beszerzési szabályzat 1 000 000 forint alatt nem kell önálló 3 árajánlat, 1 000 000 forint fölött 3 árajánlat kell, ha eléri a közbeszerzési érték határt bármely szolgáltatás vagy építőipari beruházás, akkor közbeszerzést kell lefolytatni. Ez gondolom, hogy a képviselők előtt is ugye ismert ez a kérdéskör. Megint csak, tehát magamat ismételem, a törvény kimondja, hogy a önkormányzati jogok letéteményese és a feladat és hatáskör gyakorlója az önkormányzat oldaláról a képviselőtestület. Valóban lehetséges átruházni a szervezeti és működési szabályzatban, vagy egyéb vagyonrendeletben akár a feladat és hatáskört. Ezt az akkori kérdéseket kellene akkor megvizsgálni, hogy akkor mi volt hatályban. Én ezt nem tudom megmondani. Az biztos, hogy ez a per nem, és nem véletlenül mondtam, nem erre fog irányulni, arra fog irányulni, hogy ha az önkormányzat esetlegesen bármilyen saját szabályát nem teljes mértékben tartotta be, az az ő baja, de a szerződés kötési procedúra azt erről az oldalról fogja, polgárjogi oldalról fogja vizsgálni a bíróság. Az, hogy egyenleg közbű, hát képviselő, az a baj, hogy még abban sincs megállapodás, hogy ezt ugye elméletileg, hogy miben állapodtak meg a felek, milyen számlázásban. Havi számlázás, negyedéves, fél éves, éves. Annyi információnk van a dokumentumokból, hogy talán ugye a Nagynád Kft. Ügyvezetője azt nyilatkozta, hogy majd utólag, bár azt sem tudták, hogy konkrétan mennyi időre állapodnak meg a tárolás tekintetében, de majd ha egyszer csak véget ér a tárolás, bár ez is érdekes, hogy ugye ezt sem tudjuk, hogy ez meddig tart, vagy valóban ahogy így felvetődött, hogy ez meddig tarthatott volna, hogy utólag jár a díj. Addig, amíg ugye, ha ebben állapodnak meg, és mondjuk ez volt a közös akaratuk, hogy majd a végén történik, akkor ez az egyenleg közlő így föl sem merülhet, mert lejárt tartozása elméletileg nem volt az önkormányzatnak. Még egyszer azzal, hogy az egészet feltételezem, mert én nem tudom, tehát tőlem kérdezhetik, én nem voltam ott, én szerződést nem láttam, én hivatalvezetőként azt tudom mondani, hogy az önkormányzati működés szigorú szabályokhoz is, írásbeliséghez kötött. Ezeket ebben az ügyben én nem látom, tehát innentől kezdve én csak azokat a szabályokat tudom elmondani, ahogy működnie kell egy önkormányzatnak. Köszönöm szépen a kérdéseket is. További kérdésekre jelzést nem látok. A véleményeké és a hozzászólásoké a Tóth Attilának adom meg a szót. Köszönöm a szót. Erre szeretnék, hogy a egyenleg közlő az egyébként csak lejárt tartozások esetén szükséges. Ugye itt folyamatban van a tartozás. És a véleményem erről az, hogy borzasztó, hogy megint pereskedünk. Szerintem egyértelmű, hogy tehát nem életszerű az, hogy a önkormányzat ingyen kívánta tárolni a ingóságait egy külsős KFT-nél. Tehát ez egyértelmű, hogy a bíróságon megint egy vesztes pert fogunk a hátunk mögött tudni. Nyilván annak megint lesz perköltsége, amit ismét fizethet a önkormányzat. Aztán megint
tisztességes vállalkozókat akarva, akaratlanul járat le az önkormányzat. Nem tudtuk meg megint, hogy mi a szándék ezekkel a megtalált eszközökkel, amit oly drámaian be lett jelentve, és mert láttuk most például, nemrég volt itt egy család, akinek leégett a háza, én nem láttam, hogy az önkormányzat mondjuk ezekből a bútorokból bármit is felajánlott volna. És még most sem tudom, hogy mi a szándék, tehát én ezt a előterjesztést semmiféleképpen nem fogom támogatni, mert ebből megint nem fogunk győztesen kijönni, ellenben megint magunkra fogunk haragítani valakit, de ez már legyen a többségnek a gondja, aki ezt támogatni fogja, és ezeket az eszközöket szereti. És én ennyit szerettem volna most. Köszönjük szépen képviselőnek a véleményét. Természetesen, hogyha konkrét lehetőség lesz arra, illetve például a Városgazdálkodási Kft.-nek konkrét terve lesz azzal kapcsolatosan, hogy mit szeretne ugye ezekkel az eszközökkel adott esetben kezdeni, akkor nyilván erről ugye szintén képviselőtestületi döntés kell, hogy szülessen. Ferenci Mária képviselőasszony, a szó. Köszönöm szépen a szót, csak ezt gyorsan megfordítanám, előbb a képviselőtestületnek kellene szándékának lenni erről a vagyonról, és aztán majd a Városgazdálkodás elvégzi azt, amit a képviselőtestület dönt, de már megint fordítva ültünk a lóra. Én az egyenleg közülről csak annyit szeretnék mondani, hogy tudok olyan önkormányzati céget, aki nagyon sok egyenleg közlőt kiküldött fizetési a tartozóknak, és egy forintot nem tudott tőlük behajtani. Tehát ennyi a jelentősége az egyenleg közlőnek, és csak tartozás esetén merül fel. Végtelen sajnálatos dolognak tartom, hogy nem tudunk semmit megoldani tárgyalásokkal. Egy olyan egyszerű dologról van szó, le kellett volna ülni egy kávé mellett az asztal két végén, polgármester úrnak és a vállalkozónak, és nagyon egyszerűen meg lehetett volna állapodni. Lehet, hogy semmiben nem került volna az önkormányzatnak. Most fizetünk ügyvédeket, mert többes számban van. Azt se tudom, hány ügyvédet fizetünk. Mennyibe került már ezeknek az ügyvédeknek a bére, hogy ezt a 6 millió valahány száz ezer forintot majd a végén valamilyen úton, módon elintézzük. Én azt érzem, hogy ez az előterjesztés, ha jól értem, nem másról szól, mint egy vállalkozó lehúzásáról. Tehát ha az előterjesztő szándéka az, amit én kiolvastam az előterjesztésből. Nem akarunk fizetni a vállalkozónak, bár használtuk a területét. Több éven keresztül. Nem egy, nem kettő, több éven keresztül. Több mindenki tudott az önkormányzatnál arról, hogy a városnak ott jelentős vagyona van. Azt mondja dr. Lajter Ágnes képviselőtársam, hogy nem, a vállalkozó nem jelentkezett. Miért? Az önkormányzat jelentkezett a vagyonáért, hogy szeretné onnan minél előbb elhozni. Ha a vállalkozó nem adja el a területét, még most sem jelentkezik érte senki. Pedig látogatóba jártak oda többen, hogy ott van a vagyon. Tudtunk róla? Idáig nem jutott el a hír, mert én mondjuk nem tudtam róla. De lehet, ha tudtam volna, se tudtam volna, hogy mit kezdjek a helyzettel. Tehát bonyolultabb a dolog, mint hogy ilyen egyszerűen azt mondjuk, hogy polgármester úr kétszer visszaküldte a számlát, és forduljunk bírósághoz, mert a vállalkozó megtámadta, és fizetési meghagyást kér az önkormányzat ellen, ami be is hajtható. Tehát végrehajtás lehet indítani az önkormányzat ellen egy 6 millió 400 ezer forintos számla miatt, amit tárgyaló asztalnál meg lehetett volna oldani. Lehet, nem kellett volna egy fillért se fizetni, de akkor, mikor már ilyen halom levelezés a végeredmény, persze, hogy a vállalkozó is betart. És jogosan, tehát ott tároltunk vagyont, amiért nem fizettünk semmit. A vállalkozó ezt simán kiadhatta volna bérbe. Biztos nem ennyiért adta volna ki, hanem sokkal többért, sokkal több bevétele származott volna belőle. A jó hiszeműséget is feltételezzük, hogy azért tárolta, hogy segítsen az önkormányzatnak. Az önkormányzat meg most elmegy a bíróságra a jó hiszeműsége miatt. Lehet így is nézni a dolgot szerintem. És a legeslegsúlyosabb dolognak azt tartom, hogy megint egy balmazújvárosi vállalkozó az, akibe belerugunk. Az előző testületi ülésen itt kettőbe rugtunk, azt megelőzően a laboros Kft.-be. Tehát azért ez nem mehet a végtelenségig.
Ha valamit használunk, ha valamit igénybe veszünk, azért illik fizetni, mindegy, hogy milyen szerződés. Jó lenne azért, hogyha ezek a szóbeli megállapodások újra elérnék azt a célt, amire ez igazából létrejött. A becsület szó. Ha valaki azt ígéri, hogy valamit adok, és azért várok el valamit, akkor ezt el kellene fogadnunk. Köszönöm szépen. Akkor, hogy jól értem, képviselőasszony egy vállalkozónak az érdekeit tartja szem előtt az önkormányzat érdekeivel szemben. Dobi Sándor képviselőasszony, a szó. Köszönöm a szót, a polgármester úr. Hallottunk már itt nagyon sok kérdéseket, már most véleményeket is hallottunk. Én azzal kezdeném, hogy nagyon sajnálom, hogy polgármester úr nincs itt. Ugyanis közülünk, akik itt ülünk a terembe, szerintem csak ő tudott erről az egészről, és az anyagban felsoroltak a Kalmár Zoltán, a Tal Sándor, a Gencsi Zoltán, a Varga László. Akkor kihez intézünk most kérdéseket? Ki fog nekünk tudni válaszolni? Tehát én most is csak azt mondom, sajnálom, hogy nincs itt polgármester úr. Nekem ez egy hazugságnak tűnik. Tehát most bebocskolunk egy vállalkozót, akit tisztességesnek, becsületesnek, segítőkésznek ismerek. Ön most alpolgármester úr képviselőtársamat azzal támadta le, hogy ő egy vállalkozót akar most támogatni, és az önkormányzattal szemben. Nem, a becsületesség. Próbáljunk már meg annak mentén menni, hogy nem mindig csak a jogi utat válasszuk. Próbáljunk meg tisztességesen, becsületesen tárgyalni. Én elhiszem, hogy most az önkormányzatnak nehéz ezt a több mint 6 millió forintot kifizetnie, ha ki kell fizetni, ha úgy ítéli meg a bíróság, mert ugye már most ebből az anyagból az derül ki, hogy odáig fog fajulni a helyzet. De, tehát még most is azt mondom, hogy számomra az derül ki, hogy polgármester úr hazudott ennek a képviselő testületnek, mert ez az ügy nem most kezdődött. Polgármester úr 2018. augusztus óta lett polgármester. Ehhez, hogy akkor még nem tudott róla, viszont biztos tartotta a kapcsolatot a Gencsi Zoltánnal, a városgazdálkodás ügyvezetőjével. De ha mégsem, akkor 19-ben, mikor már ez a képviselő testület összeült, akkor Varga László lett az ügyvezető. A Tal Sándor biztonsági szakértője többször megkereste ezt a vállalkozót, tehát polgármester úr már akár 19 óta is tudhatott erről, hogy a hotelből elszállított eszközök és bútorok, bármi nemű dolgok, hogy annak a vállalkozónak a telephelyén vannak tárolva. Lehet, hogy csak egy szóbeli megállapodás volt akkor az előző polgármester és a vállalkozó között, de ha 19-ben már neki tudomása volt róla, akkor miért nem lépett? Miért beszélünk itt 20 évről, hogy esetleg ha 20 év múlva adja el, mert ugye Lajter Ágnes képviselőtársam azt mondja, ha 20 év múlva adja el ez a vállalkozó a telep helyet, akkor majd akkor jelentkezik a pénzért. Ne így beszélgessünk. Tényleg igaza van képviselőtársamnak, hogy le kellett volna ülni. Tudom, hogy leültek, ezt is tudom, hogy polgármester úr és a vállalkozó leültek, de nem tudtak megegyezni. Igaz, hogy más miatt ültek le, nem az anyagban szereplő dolgok miatt. De viszont, ha most mindig kikezdünk egy vállalkozót, akkor kik maradnak, akik támogassák az önkormányzatot, ha szüksége lesz rá az önkormányzatnak, vagy a lakosságnak? Lehet fordulni itt az emberekhez, de a vállalkozók azok, akik igenis tudnak segíteni és fizetni. Tehát ez a vállalkozó sem kevés pénzt fizet az önkormányzat számlájára, mint iparűzési adó. Úgyhogy, ha már itt említettük a neveket, én szerettem volna, hogyha itt vannak ezek az emberek. Polgármester úr elsősorban, mert ő a legnagyobb felelőse ennek az előterjesztésnek. Ha Gencsi Zoltán már nem dolgozik, akkor őt hagyjuk, Varga László nem. Viszont a Tal Sándor az első perctől kezdve ott volt. Ő úgy járkált a városban minden egyes önkormányzati területen, mintha az övé lenne. Tehát ő döntött mindenről, tehát ő neki olyan karhatalma volt mindenek fölött, hogy bejáratos volt. Ezen a telephelyen is volt, nem is egyszer, tudomásom szerint, le is van írva, és a Kalmár Zoltán úr is. Akkor, ha most ezeket megnézzük, hogy miért nincsenek itt, akihez kérdéseket tudnánk feltenni, akkor hogyan döntünk? Tudom, hogy az önkormányzat vagyonáról van szó, viszont egy vállalkozót sem hagyhatunk ilyen helyzetbe, hogy amiről nincs tudomásunk, egy olyanról döntsünk. Én azt gondolom, hogy hamarabb utolérjük majd a hazug embert, mint a sántakutyát, tehát ez a közmondás, ez él. Úgyhogy
Nagyon érdekes dolgok folynak ennél az önkormányzatnál, de ha a lakosság ezt így látja, ahogy mi is képviselők, egyes képviselők, ennek jó vége nem lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm képviselőasszonynak a véleményét. Molnár Péter képviselő úr, jön szó. Köszönöm a szót, alpolgármester úr. Ugyanúgy megint megy itt a hazudozás és a becsület szó. Igen, teljesen igaz, hogy a becsület szónak szavár erejének kellene, hogy lenni. De ugyebár mi nem voltunk ott, és ha már a becsület szóról van szó, akkor mikor Koroknai polgármester úr átadta ezt a dokumentációt, amiben nem volt feltüntetve, akkor hol volt a becsület szó, ami ők le kellett volna tájékoztatni, hogy kellett volna hivatalt, hogy van egy ilyen függőben lévő szóbeli megállapodás. A jelen megkeresésnél a volt polgármester azt mondja, hogy hol van a becsületesség, aki azt mondta, hogy igen, megállapodtam ezzel a vállalkozóval, ilyen összegbe, és majd utólag rendezük, ezt sem vállalta el, ő kötötte. Én nem voltam ott, én ezt a vállalkozót nem ismerem. Én nem akarok neki rosszat, ha jogos, a követelése legyen. De ennyi erővel szerintem mondhatta volna azt is, hogy 500 forint per köbméter, vagy négyzetméter díjon, vagy 1000 forint. Akkor azt mondjuk, hogy igen, vigye, és akkor már nem 6 millió, hanem 12 millió, vagy 20 millió. Köszönöm. Köszönöm képviselőnek a véleményét. Annyiban javítanék, hogy abban az időszakban Koroknai Imre alpolgármester úrként látta el ügyvezetői polgármesteri feladatait. Nagy Tamás képviselő úr, jön szó. Köszönöm a szót. Szerintem nem gondolja senki, és én nem gondolom, hogy nem kellene fizetni. Ha valamit használ az önkormányzat, igenis fizessen. És úgy gondolom, hogy Ferenc Imrének igaza van abban, hogy ezt tárgyalás úton kellene meghagyni. Tehát erre szerintem még nincsen most sem késő. Most érkezett egy ilyen meghagyás, ezt meghagyást el lehet utasítani, és lehet erről tárgyalni. Úgyhogy én szeretnék egy módosítást benyújtani. Alakuljon egy bizottság. Az önkormányzat bizottságának vezetőjétől, Ferenci Mária, Hűsi János és Ajtel Ágnessel alakuljon egy bizottság, akik tárgyaljanak ezzel a vállalkozóval. Ezt most utasítsuk el, tárgyaljanak, hogy milyen megoldás lehetséges. Igenis, vettünk igénybe egy szolgáltást, ezért fizessünk, nem várjuk el, ingyen legyen. De ahogy azt Ferenc Mária elmondta, üljenek le egy asztalnál, beszéljék meg, mik a lehetőségek, mik a megoldások. Nem menjünk bíróságra még emiatt, ezt most utasítsuk el, de vegyük fel a kapcsolatot a vállalkozóval, és beszéljük meg vele. Ez lenne a morosító beadványom. Köszönöm. Köszönöm szépen Nagy Tamás képviselő úrnak a véleményét, illetve a javaslatát. Aljegyzőasszonynak adom meg a szót. Tisztelettel köszöntök mindenkit, köszönöm a szót, alpolgármester úr. Egyetlen egy mondatom lenne Nagy Tamás képviselő úr módosító indítványához. Amennyiben ugye a fizetési meghagyással szembeni ellentmondásnak a határideje az 15 nap. Amennyiben határidőben nem él ellentmondással az önkormányzat, úgy a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik, és ebben az esetben végrehajthatóvá válik. Tehát, hogyha tárgyalást szeretne kezdeményezni az önkormányzat, ettől függetlenül az én jogi álláspontom az, hogy az ellentmondást be kellene nyújtani azért, hogy ne emelkedjen jogerőre. Nagy Tamás képviselő, ügyrendi. Köszönöm. Igen, pont ezt mondtam. Most nyújtsuk be, de azzal a feltétellel, hogy emellett alakul egy bizottság, a bizottság elnökökkel, és tárgyalunk. Tehát ne csak nyújtsuk be, hogy nem fizetünk, hanem igenis fogunk fizetni, de megbeszélések után. Tehát ezzel együtt, tehát enélkül nincs értelme. Azt gondolom, hogy a határidő miatt a fizetési meghagyással kapcsolatos ellentmondásról mindenképpen döntenie kell a képviselőtestületnek, hogy kíván-e ezzel élni, vagy sem. Jó, magam sem utasítom el egyébként a tárgyalási javaslatot. Egyébként szintén tudom támogatni azt is, hogy akár ugye a bizottsági elnökökből álljon fel ez a grémium. Én is úgy gondolom, hogy senki sem akar itt megtámadni vállalkozókat, pláne nem Balmazújvárosi vállalkozót. Én is azt látom, hogy ez valóban egy szerencsétlen helyzet, hogy idáig jutottunk, de a határidő miatt, illetve az önkormányzat irányába benyújtott fizetési meghagyás okán, erről az ellentmondásról a mai napon a képviselőtestületnek mindenképpen döntenie kell. Én tényleg nagyon szépen köszönöm a képviselőtársaim kérdéseit, nagyon szépen köszönöm a véleményüket is, hiszen hallva itt a válaszokat, akár ugye a jogi oldalról is,
Én azt gondolom, hogy így tudta körüljárni mind a képviselőtestület, illetve így tudta megismerni mind a nyilvánosság is a ezzel kapcsolatos jogi álláspontot, legyen az akár a szóbeli megállapodás tárgya, annak jogi elismerése, vagy pedig az ezzel kapcsolatos önkormányzati oldal vélekedés is. Szóval én abszolút azt látom, hogy itt nem arról van szó, hogy az önkormányzat, a város vezetése, vagy akár a képviselőtestület bárkit is meg akarna támadni, bármilyen vállalkozó ellen is bizalmatlansággal vagy rossz hiszeműséggel élne, hanem itt arról van szó, hogy kialakult egy ilyen jogi helyzet, amivel kapcsolatosan az önkormányzatnak határidőre reagálni kell. Úgyhogy a fizetési meghagyással kapcsolatos ellentmondás tárgyában a mai napon mindenképpen döntenünk el, azonban én is azt látom, hogy nem szabad elutasítanunk a tárgyalásos megoldást sem. Nyilván az látható, hogy a szóbeli megállapodásról, a bevallottan szóbeli megállapodásról, ugye a vállalkozói oldalról is ez a megállapítás jött, hogy ugye itt valóban egy szóbeli megállapodás történt az elmondása szerint. Nyilván ugye emiatt itt semmilyen dokumentum nem is állhat, illetve már nem is kerülhet elő az önkormányzattól. Nyilván Molnár Péter képviselőtársam véleményével kapcsolatosan is egyet lehet érteni, hogy vajon erről a szóbeli megállapodásról, erről a szóbeli folyóügyről vajon az új polgármester miért nem értesült. Nyilván ugye most polgármester urat sem tudjuk megkérdezni azokban a kérdésekben, amit önök feltettek, mivel nincs itt. Az, hogy most ez mennyire szerencsés, vagy mennyire nem szerencsés, hogy ő most nincs itt, illetve az említett személyek nincsenek itt, ezt megint a képviselőkre bízom, hogy ugye ezt ki hogy látja, de ebben a kérdésben, ami még egyszer mondom, konkrétan az, hogy az ellentmondással kívánunk élni, e vagy sem, még egyszer hangsúlyozom, a mai napon döntenünk el. Én azt javaslom, hogy csak ez maradjon a határozati javaslat, és ezt követően, amilyen reagálás születik, vagy akár az önkormányzat élhet még egy akár írásos megkereséssel is a vállalkozó irányába, ha ő bármilyen hajlandóságot mutat, akkor én azt gondolom, hogy akkor van egy ilyen bizottság felállításának értelme, hiszen ha ő már nem kívánna továbbiakban tárgyalni, akkor mi most hiába állítunk fel itt egy bizottságot, hiába törekedne arra akár egyhangulag is a képviselőtestület, hogy igenis egy ilyen grémiumot állítsunk fel, de ha ő nem kíván további tárgyalásokba bocsátkozni, akkor azt gondolom, hogy ez egyelőre okafogyott. Viszont ha ezzel kapcsolatosan az önkormányzat akár egy írásos megkeresésre pozitív reagálást kap már a tárgyalás szempontjából, akkor azt gondolom, hogy ennek a bizottságnak a felállításáról akkor lenne illő most döntenünk. Nagy Tamás képviselő úr kérdezni, hogy ezzel kapcsolatosan mi a véleménye. Köszönöm a szót. Szerintem nem. Küldtem az önkormányzat 3-4 levelet, nem történt semmi. Menjünk oda, hogy a bizottság keresse meg az ügyvezető személyesen. Szeretném, hogy szavaznánk a módosításomról. Nem hiszem, hogy lehet aztán, hogy teszek egy módosítást, és erről nem akarsz szavazhatni a ügyvezető, vagy a ülésvezető. Én módosítottam, szeretném, hogy erről szavazhatna a képviselőtestület. Szeretném, hogy ez a bizottság megkeresne a vállalkozót, nem leveleznénk itt tovább egymással, hanem oda mennénk, és megmondanánk, hogy igenis, mi szeretnénk fizetni, de szeretnénk megegyezni. És itt látszik, hogy a vállalkozó leírta, hogy ő akár is elfogadja a fizetés helyett, ha megkapja az eszközöket. Tehát látszik itt tárgyalási szándék. Szerintem van itt tárgyalási lehetőség. Menjünk oda, kezdjük a munkát, meg kell egy tovább levelezni. Szerintem szavazzunk erről. Köszönöm, jegyző úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Én szeretném úgy összekapcsolni, hogy ez egy működőképes dolog legyen. Én azt javaslom, én a Nagy Tamás képviselő úrnak a módosító javaslatát megfogalmaztam írásban. Azt szeretném felolvasni, hogy ezzel a módosító indítvány megtevője egyetérte. Annyiban kapcsolódnék a polgármester úrhoz, hogy bizottságot erre nem szükséges felállítani. Az a ideiglenes bizottság felállítása a SMS-ben egy meghatározott rend szerint történhet. Meghatározott, én azt javasolnám, hogy föl lehet hatalmazni a bizottsági elnököket, anélkül, hogy bizottságot hoznánk létre, hogy együttesen folytassanak le tárgyalásokat a KFT ügyvezetőjével. Ez úgy hangzana akkor, ez a nem tudom képviselő úr, a módosító indítvány így megfelelő lenne, hogy a határozati javaslatnak egy új második kettes pontja lenne, amely úgy szólna, hogy a képviselőtestület felhatalmazza az állandó bizottságok elnökeit, hogy együttesen folytassanak le tárgyalásokat a KFT ügyvezetőjével az üggyel kapcsolatos peren kívüli megegyezés érdekében,
amelynek eredményéről legkésőbb, és itt ahogy számolunk, a májusi munkaterv szerinti testületi ülésen beszámolnának. Én ezt javaslom, vagy nem tudom, hogy így ezt képviselő úr el tudja elfogadni. Hogyha elfogadja. Képviselő úr, kérem ezt tegye már meg a mikrofonba. Tehát de azt mondja a képviselő úr, hogy akkor ez számára így megfelelő. Rendben, megállapítom, hogy képviselő úr egyetért, Nagy-Tamás képviselő úr egyetért a jegyző úr által keretbe foglalt második határozati javaslatponttal. Mondtam, igen. Jó. Erről majd akkor szavazni kell. Ferenci Mária képviselő asszony, a szó. Köszönöm szépen a szót, alpolgármester úr. Nekem az a hatalmas nagy problémám van, hogy ennek a képviselő testületnek néhány tagja elkezdett gondolkodni, és nagyon jó meglátásai vannak, csak az a baj, hogy mindig késő. Tehát, hogyha ez az előterjesztés nem most, hanem még októberben bejön, ha polgármester úr megint csak nem egyedül döntött volna, és megint csak nem tudott volna megegyezést kötni, mert nem tudott megállapodni a vállalkozóval, akkor ha hamarabb bejön ez a Nagy Tamás képviselő társam javaslata, ez roppant jó lett volna, és nem jutottunk volna el idáig. Nem kellene lett volna fizetési meghagyást benyújtani, nem kellett volna egy halom levelet írni feleslegesen, mert ugye mi a vége, hogy kezdjük előről a tárgyalást. Nagyon jó a felvetés, szerintem nagyon jó a meglátás, csak nem lett volna szabad idáig eljutni. A polgármester úr teljesen félreérti azt, amit én mondok. Részben igaz, hogy én egy Balmazújvárosi vállalkozót védek, azért, mert Balmazújváros saját bevétele a Balmazújvárosi vállalkozótól származik. És igenis, egy ilyen vállalkozót nagyon könnyen el tud veszíteni az önkormányzat. Holnap fogja magát és a telephelyét áthelyezi Nagyhegyesre. Mint ahogy ezt már nem egy vállalkozó megtette, hanem nagyon sok. Tehát nekünk nagyon meg kell becsülni a vállalkozókat. És meg kellene becsülnünk az önkormányzatnak a jó hírét. Hát egy vacak kis 6.400.000 forintos számla miatt megyünk a bírósággal. Mert nem tudunk íróasztal vagy tárgyalóasztal mellett megállapodásokat kötni. Most megint visszamegyünk. Nem akarom mondani, hogy a BFC-nek egy fél éve nincs megállapodása az önkormányzatnak, mert nem tudunk megállapodni, mert mindig visszajövünk valami apróság miatt. Tehát nem megy a kommunikáció, se a képviselőtestületnek egymás között, se polgármester úrnak a képviselőtestülettel. Olyan, mintha helyben járnánk és visszafele lépkednénk időnként. Köszönöm szépen. Köszönöm képviselő asszony, remélem, hogy nem kell bíróságra menni, hanem a határozati javaslatok szerint egyet értvén azzal a képviselőtestület akkor majd ezt a tárgyaló delegációt felhatalmazza, és akkor a bírósági út el lesz kerülve. Köszönöm. Dobi Sándor képviselőasszonyi a szó. Köszönöm a szót, alpolgármester úr. Egyet kell értenem Nagy Tamás képviselőtársam javaslatával, viszont akkor én most itt megkérdezném, hogy a március 2-án érkezett a meghagyás, 15 nap van rá, holnapi nappal lejárt, tehát 17-én. Akkor miért nem lehetett behozni például a március 9-i rendkívüli testületi ülésre ezt az anyagot? És akkor több időnk lett volna arra, például akkor Nagy Tamás képviselőtársa már akkor is meg tudta volna tenni ezt a javaslatát, és akkor nem kellene a meghagyás, hanem akkor a tárgyalást el lehetett volna kezdeni már akkor. Köszönöm szépen. Jegyző úr. Tehát a hivatal törekszik maximálisan eleget tenni itt a képviselők javaslatainak, és a munkát megfelelően szervezni, de nem tudom, nyilván hivatalban nem sok mindenki dolgozott a képviselők közül, azért, vagy ha igen, akkor biztosan tudják, hogy ezeknek az anyagoknak az összeállítása, szakmai egyeztetése, az nem egy napot igényel, nem is két napot igényel. Előtte volt igen, valóban egy rendkívüli testületi ülés, amire össze kellett állítanunk körülbelül 10 testületi anyagot. Jelenleg megint csak, tudom, hogy annyira nem érdekli a képviselőket, de Covid-dal erőteljesen érintett a hivatal, tehát a csodákat nem kellene várni. Másrészt, hogyha konkrétan szeretnék képviselőasszony, így tudtuk előkészíteni egyáltalán, hogy ez szakmailag megfelelő legyen. Egyébként semmiféle hátrányt nem szenvedett, mert teljesen mindegy, hogyha 9-én tárgyalja a képviselőtestület, arra már szerintem nincs idő, hogy nem lett volna idő itt, hogy összeálljon ez az együttes bizottsági elnököknek a tárgyalása, leegyeztesse a vállalkozóval az időpontot, de teljesen mindegy, nem is akarok ebbe belemenni. A fizetési meghagyás benyújtása
És egyébként ez az egész tárgyalás, ami itt fölmerült, természetesen a peres eljárás során is lehetséges, hiszen a pernek az egyik legfontosabb kifutási lehetősége, hogy a felek megegyezzenek, és hogyha megegyezés történik, akkor a bíróság azt az egyességet jóvá hagyja, és ráadásul egy olyan megerősített bíró által elfogadott és végzésbe foglalt, döntésbe foglalt egyesség születik, ami mindkét fél számára azt gondolom, hogy megfelelő. Tehát igazából semmiféle késést nem szenvedett a tárgyalás ebben a vonatkozásban. Én most, igen, én most azt, én azt javasolnám, hogy először a képviselőtestület, hogyha nincs további hozzászólás, dönteni kell önállóan akkor a Nagy Tamás képviselő úrnak a módosító indítványáról, amit ismertettem. Amennyiben ez elfogadásra kerül, akkor utána lehet dönteni az eredeti határozati javaslatról, illetve hát ugyanez a helyzet, hogyha nem kerül elfogadásra, akkor pedig az eredeti határozati javaslatról dönt a testület, hogy elfogadja vagy nem fogadja. Tóth Attila képviselő ügyrendi. Csak azért kértem volna, hogy még egyszer a szavazás előtt jegyző úr a határozati javaslatot olvassa már fel. Köszönöm. Jegyző úr? Minden további nélkül, tehát akkor úgy néz neki, hogy a módosító indítványa képviselő úrnak arra irányult, hogy aki egy új ponttal elegészül neki a határozati javaslat, mégpedig kettes pont lenne, az pedig úgy hangzik, hogy a képviselőtestület felhatalmazza az állandó bizottságok elnökeit, hogy együttesen folytassanak le tárgyalásokat a KFT ügyvezetőjével az üggyel kapcsolatos peren kívüli megegyezés érdekében, amelynek eredményéről legkésőbb a májusi munkaterv szerinti testületi ülésen tájékoztatást adnak. Tehát ez lenne, és akkor benyújtanánk az egyes pontban a ellentmondást, mert ahhoz mindenképpen szerintem a tárgyalási alap az kell, hogy nyitott maradjon a kérdés. Kettes, amit felolvastam. Hármas lenne az, hogy felkéri a polgármestert és a jegyzőt az ellentmondás benyújtására szükséges intézkedések megtételére, és gyakorlatilag akkor ezzel egészül neki a határozat. Köszönöm szépen a keretbefoglalást jegyző úrnak. Azért megkérdezném ABC sorrendben természetesen a bizottsági elnököket, hogy részt kívánnak-e ebben a úgymond delegációban venni. Ferenci Mária képviselőasszony. Hűse János képviselő úr. Dr. Lajter Ágnes képviselőasszony. Igen. Amit képviselőasszony mond, Ferenc Mária képviselőasszony mond, hogyha nem adjuk be az ellentmondást, akkor semminek nincs értelme, értem. A minden esetre ezt a döntést meg lehet hozni ettől függetlenül, legfeljebb akkor nem vesz, majd igen, eldönti, hogy igen. Tehát szavazzunk most a módosító indítványról, jó, hogyha nincs egyéb. Akkor szavazást indítanék a Nagy Tamás képviselő úr által benyújtott módosításra. Ki az, aki ezzel egyetért? Megállapítom, hogy 5 igennel, 3 nemmel és 3 tartózkodással ezt a módosítást elutasította a képviselőtestület. Most pedig az eredeti határozati javaslatról indítok szavazást. Képviselő úr, a módosítást tettem fel szavazásra. Most pedig akkor az eredeti határozati javaslatot tenném fel. Ki az, aki ezzel egyetért? Képviselő azt mondja, ne haragudjon már. Tehát nem előtte szólt. A szavazás már megtörtént, mert a gép elindította a szavazást. A törvény alapján az, hogy ön hibázik és véletlenül rossz gombot nyom, ez nem indok arra, hogy megismételje
a szavazást az egész képviselőtestület. Amennyiben a szavazás eredményét tekintve van bizonytalanság, akkor szavazzanak újra, hát persze inkább ez legyen így törvénytelen, de az a lényeg, hogy szavazzunk újra. Szavazzunk. Képviselőasszony jelzése alapján, mint az üléslevezető, akkor még egyszer elindítanám ezt a szavazást. Szavazzunk már akkor újra az eredeti határozati javaslatról. Szavazzanak most, kérem róla. Megállapítom, hogy 6 igen, 3 nem és 2 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadta a képviselőtestület. Köszönöm szépen a részvételt minden képviselőnek.